Még az év elején megérkezik minden érintettnek a Nemzeti Adó és Vámhivatal levele, amiben a fizetendő adókról olvasható információ. Az aktuális fizetési határidők mellett most a gépjárműadó bevételi számla is belekerül a tájékoztatóba. A gépjárművekkel kapcsolatos adóztatás ugyanis 2021-től az önkormányzatoktól átkerült az adóhatósághoz. A változás a gépjármű üzembetartókat nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Fontos, hogy a gépjárműadó első részletét idén március 15-e helyett április 15-éig, a második részletet pedig szeptember 15-éig kell befizetni a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Ennek a száma a NAV honlapján pontosan megtalálható. A változások nem befolyásolják a gépjárműadó aluli mentességet, vagyis azoknak, akik szüneteltették az adófizetést tavaly év végén, idén semmi teendőjük nem lesz. Az ezzel kapcsolatos információkat az önkormányzatok automatikusan továbbítják a NAV felé. Idén a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GIADO adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség, kedvezmény, szüneteltetés igénybevételéhez elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, ami legegyszerűbben a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazásával küldhető be, ez az úgynevezett ONYA alkalmazás, amely a NAV honlapján egyszerűen megtalálható. A nyomtatvány egyébként papír alapon is elérhető a NAV ügyfélszolgálatain. Abban az esetben, ha valaki még nem fizette be a tavalyi évre vonatkozó gépjárműadóját, esetleg 2020-ban bekövetkezett tulajdonjogi változást nem jelentett be, továbbra is a lakhely szerinti önkormányzathoz kell fordulni. Az adóhatósághoz csak a január 1-e óta bekövetkezett változásokat kell bejelenteni.